A sorsolás ismeretében várható volt, hogy a bajnokság elején nem sok babérterem majd a nyíregyházi tekézőknek, mivel az első négy fordulóban a Superliga legutóbbi szezonjának élcsapatai ellen léptek dobóállásba fintáék. A papírforma nem is borult, Szolnokon és a Répcelaktól hazai pályán 7-1-re kapott ki az NTK. Következett egy zalaegerszegi, majd egy szegedi 8-0-ás vereség, de legutóbb már úgy utaztak el Szegvárra a nyíregyháziak, hogy megszerezhetik első pontjukat vagy pontjaikat. Végül sikerélmény nélkül tért haza Csongrádból a csapat, mivel a házigazda 7-1-re jobbnak bizonyult az így továbbra is pont nélküli vendégeknél. Tudtuk, hogy az első négy fordulóban nem sok keresni valahol van a nyíregyházi tekeklub csapatának, azonban itt az ötödik fordulóban, amikor már Szegvárra látogattunk el, ott már egy kikimérkőzés kellett volna játszanunk a Szegvárral. Ez úgy néz ki, hogy meg is volt. Fontos pár arcokat felvállaltuk, megpróbáltuk begyűjteni a csapatpontokat, rendre elbuktuk néhány fákkal a belső szettpontokat, és azt lehet mondani, hogy egy igen szoros csatában mégis 7-1 arányú vereséget szenvedtünk, ami abszolút nem tükrözte a mérkőzést. Öt fordulót követően az NTK mellett még a Vasasszonyfa és a Kaposvár áll pont nélkül a tabellán. Bár a nyíregyháziak úgy készültek, hogy számukra csak október elején kezdődik el igazán a bajnokság, kérdés, hogy jelent-e nyomást a játékosok számára a most már meglévő győzelmi kényszer. Én úgy érzem, hogy nem, mert ezért vagyunk a Szuperligában, tehát ezért vagyunk a legmagasabb osztályban. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak mindegyik tagja tisztában van ezekkel a feltételekkel, elvárásokkal. Én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nem lehet. A bajnokságban most 3 hét szünet következik. Ez alatt az idő alatt végzik el a nyíregyházi pálya karbantartását. A csapat egy edzőmeccset biztosan játszik a Kazincbarcikával, hogy a játékosok a lehető legjobb formába kerüljenek az október 29-i Ajka elleni hazai mérkőzésre.